Nadi vagyok, és ebben a mai videóban azt mutatom meg nektek, hogy hogyan tudtok marinád stílusú Miraculous-es körmöket készíteni. Szükségünk lesz egy fehér színű körömlakra, én a bölgél hatásút használok, egy csillámos körömlakra, egy fekete színű körömlakra, egy nude, vagyis ilyen púderes színű körömlakra, én ebből az Avonnak a gyorsan száradó körömlakját használom, és végül pedig egy fedőlakra. Szükségünk lesz egy vékony ecsetre, egy pontozó ecsetre, vagy pedig ebből a körömnyomdából ilyen pöttyös mintára, és ezekből a csíkokból ilyen fehér színűre. Az első lépés, hogy ilyen csillámos körömlakkal fogjuk kifesteni a gyűrűs ujjunkon lévő körmeinket. Hogyha ezzel meg vagyunk és megszállt, akkor pedig tegyünk rá még egy réteget. A következő lépés pedig, hogy ezzel a nude színű, vagy hát ilyen púder színű körömlakkal kifestjük a többi körmünket. Természetesen abban is még egy réteget festünk rá. A következő lépés pedig, hogy a mutatóujjunkra és a kisujjunkra, vagy ezzel a pontozó ecsettel, vagy pedig a nyomdával fogunk pöttyöket festeni. Ma suli vár, csak lezseren, de ez a srác pont az esetem. Ha szemezünk, az kiborít, szédi, de mégsem bírom így. Az éj, már csak is ő kiírt a szívemél. Ő lecsitít és behevít, ha elesem, jön és felvidít. Miért inné nekem el égben a szerelem? És ha készen vagyunk, akkor pedig csináljuk meg a jobb kezünkön is. Égben a szerelem, látván a mosolyát lelkem fordul. A következő lépés, hogy a középsőjünkre fogjuk a fehér csíkokat föltenni. Én ezeket már előre levágtam, szóval most nekem csak föl kell raknom a körmömre.
hogyha hosszabbat vágtunk, akkor pedig azokat vágjuk le, hogy akkora legyen, mint a körmünk. Hát körülbelül így kell, hogy kinézzem, és akkor ezt kell megcsinálnunk a másik körmünkre is. A következő lépés pedig a párizsi Eiffel-torony, amihez a vékony ecsetre lesz szükségünk, és egy fekete körömlakra. Ha ezzel készen vagyunk, akkor pedig még egy masnit is festünk mellé. Ha pedig ezzel készen vagyunk, akkor a masni közepére tegyünk egy gyöngyöt. Pedig, hogy erre a körünkre fogunk kettő darab fekete szívecskét festeni, ezt is a vékony ecsettel. Ha ezzel meg vagyunk, akkor pedig a másik körmünkön is csináljuk meg ugyanezt. Az utolsó lépés pedig, hogy a fedőlakot tegyük rá. És ilyen lett a végeredmény. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt is, hogy kapjatok értesítést, hogyha felteszek valami új videót, és várlak benneteket a következő részben is.